Ahogyan említettük nektek, egy óriási álom megvalósulásának kellős közepén vagyunk, hiszen, hát Vili, mondhatom azt, nem, hogy néhány tíz négyzetméterről indult ugye a rehabilitáció, amit megálmodtál, és utána óriási lépés volt, és libabőr volt a Szeged 365.hu family tagok is látták, amikor sikerült a szegedi nagy központot megvalósítani, és hát bocs, vagyunk annyira jó, hogy mondjam, hogy teljesen megőrültél, mert úgy gondoltad, hogy igenis, Budapesten is szeretnéd a Szent Vincent rehabilitációt megvalósítani. Elnézést kérünk most, hogy pont amikor a legnagyobb munkálatokban jönnek, láttam az orvosok, a doktornők, folyamatosan dolgoztok, hogy a lehető legjobb helyszínt alakítsátok ki, most zavarunk, de most milyen érzelmek huszálódnak benned egy picit? Egyrészt is soha nem zavartok. Köszönjük szépen. És hát nyilván kettős érzelmek vannak benne. Nagyon jó érzés, hogy látszódik kirajzolódni az, amit elképzeltem, illetve talán megálmodni is alig mertem, amúgy elképzelni, de most már mégiscsak kirajzolik. Ugyanakkor borzató várakozás van bennem, de a visszajelzések azt mondhatják, hogy jó úton haladunk, és már csörög a telefon, hál' Istennek, az előjelzések megindultak, úgyhogy én teljesen pozitív vagyok. Nagyon nehéz ilyet kérdezni, ugyancsak szemtelen a mai világban, mikor tervezik a nyitást? Október 2-án. Tehát akkor ez fix? Ez teljesen fix, igen, október 2-án, hiszen több oka is van ebben az október elejé nyitásnak, hiszen szegedi központokat is október elején nyitottuk, pontosan 7 évvel ezelőtt, tehát igazán egy szegedi születésnap és egy pesti új központ születése is. Nagyon nagy fába vágtat a fejszét ezzel azért, hogyha belegondolunk, mert azért ez nem olyan egyszerű. Igen. Szerintem azért a Szeged 360 family tagok sem bírják képzelni, hogy azért ez a mai világban nem annyira egyszerű. Nem. Viszont sokan ismerik a te történetedet is. Ha jól tudom, 8 éve volt, igen, a súlyos sztrókod, és utána nagyon jó ellátást kaptál szerencsére, de igen, utána észrevetted, hogy tulajdonképpen amikor az alap megvan, utána hiányzik. Itt is személyre szabott komplex ellátás lesz, és ugyanolyan magas színvonalon, mint Szegeden. Ugyanaz lesz, mint Szegeden, hiszen annak idején is úgy gondoltam, hogy az, ami nekem segített a szegedi klinikán, az segít másnak is, az a szemlélet, az ellátásmód. És én azt vallom, és tapasztalom is, és remélem is az, hogy ez így is lesz, és beigazolódik, hogy a pesti embereknek is ugyanez a komplexitás erőjükre fog válni. Nagyon-nagyon szurkolunk, és természetesen folyamatosan figyelemmel készüljük az építkezést, és itt leszünk a nyitáson is. Köszönjük.